Kerik azzal nem értette, miért van folyton elmaradva a számlák kifizetésével, úgyhogy két munkát is vállalt. El voltam keseredve. Mindig is nyomasztott és stresszelt, hogy vajon lesz-e elég pénzem a bevásárlásra, a különféle számlák kifizetésére, ételre, italra, ruhákra. Kerry felkeresett egy pénzügyi tanácsadót, és rájött, mi a probléma forrása. Költöttem a pénzem, de nem vettem észre, hogy mennyit. $2-3 naponta egy-egy kávéra. Ez nem tűnt fel mindaddig, míg nem készítettünk egy kimutatást a költségeimről. Ekkor ráébresztettek, hogy valójában elég pénzt keresek. Kerrynek megtanították, hogyan kezelje a pénzét bibliai alapokra helyezve. Ez magába foglalta a költségtervezést és a rendszeres tizedfizetést, melyről azt hitte, hogy nem fog menni neki. Hallottam a tizedfizetésről, de mindig arra jutottam, hogy egyszerűen nem tudom megtenni. Nincs elég pénzem. Egyszerűen féltem tőle. Kerry hallgatott a tanácsra, tartotta magát a költségtervhez és tizedet fizetett. Miután elkezdett mindkét fizetéséből tizedet adni, egyik részidős munkájában, mely bútorértékesítés volt, változást tapasztalt. Először 200-tól $400-ig kerestem két hetente. De aztán ez megugrott $1100-ra. Közel a háromszorosára. Fantasztikus volt látni, hogy Isten az áldásom forrása. Ez hihetetlen élmény volt. Hamarosan Isten szólt Kerrynek, hogy hagyja ott a bútorértékesítői munkát. Ő hitből engedelmeskedett, és azóta ingatlan kezelőként minden eddiginél sikeresebb. Elmondása szerint azóta sem voltak pénzügyi problémái. A számlák és a tized befizetése után is ugyanannyi pénz van a számlámon. Csak nevetni tudok rajta, ez Isten műve. Most már van kerete, hogy támogassa a szívéhez közel álló szolgálatot, a CBN Árvák ígérete programját. Minden gyerekekkel kapcsolatos dolgot szeretek. Új otthon találni nekik, megnézni a történeteiket, nagyon meg tudok indulni rajtuk. Nagyon úgy érzem, hogy támogatnom kell ezt, mert szeretem a gyerekeket. Sokan mondják, hogy nem engedhetem meg magamnak, de ezt nem lehet nem megtenni. Ez a pénz nem a miénk, hanem Istené. És szeretné látni, hogy bízunk és hiszünk-e benne, hogy ő gondoskodni fog rólunk.